Korábbi műsorunkban bemutattuk az örök erdőgazdálkodás lékeléssel történő erdőnevelését. Ezúttal egy másik, egy úgynevezett javafás módszer szerint végzett gondozásba adunk betekintést. A javafás módszer azt jelenti, hogy kiválogatjuk az erdőben azokat a legszebb, legígéretesebb fákat, amelyek vitálisak is, hosszú ideig még életben tudnak maradni, sok magot fognak várhatóan teremni, a genetikai adottságok is jónak látszanak, illetve nagyon fontos az, hogy jó minőségi faanyagot adjanak. Ha majd kivágjuk őket 100-120-150 év múlva, akkor ne csak tűzifát tudjunk termelni belőlük, hanem olyan faanyagot is, amiből butort, parkettát, bármi komoly faalapú eszközt tudunk majd létrehozni. A javafás gazdálkodásnál az a teendőnk, hogy kiválogatjuk a javafákat, mint például ezt a gyönyörű, szép, egyenes, hengeres, nagyon sokáig ág, tiszta törzset, megjelöljük őket, hogy ez lesz a javafánk. Ennek az érdekében fogunk dolgozni. Folyamatosan figyelemmel kísérjük a javafa növekedését, és ha a közelében találunk egy olyan másik faegyedet, amelyik fölé nőne e fölé, a java fölé, és elnyomná, vagy oldalról belenövesztene egy nagy erős ágat, ami az ő koronafejlesztését akadályozná, akkor azt a problémát okozó fát kivágjuk. Ezáltal mindig egy picivel nagyobb és nagyobb növőteret biztosítunk a javafának. Ha nagyobb növőteret biztosítunk a jövőfának, akkor nagyobb lesz a koronája. A nagyobb koronában több a levél, mint a pici koronában. A több levél az nagyobb asszimiliációs felület, tehát a fotoszintézis, a szerves anyag termelés, az sokkal több levélen, sokkal nagyobb felületen játszódik le, mint a pici koronában. Ha sok a levél, ezáltal sok a szerves anyagtermelés, hízni fog a fa. Tehát megsegítjük a szomszédjában lévő kivágandó faegyedeket. Kivágjuk, ezáltal segítjük a fát, hízni fog, jó vastag törzs lesz. A vastag törzsből pedig sokkal értékesebb termékeket tudunk csinálni, mint a vékonyka kis esetleg gyöcsörtös fákból. Ez a lényege tehát a javafás gazdálkodásnak, hogy a javafát mindig megsegítjük. Ugyanakkor itt is egy fontos jelenség az, hogy amikor vágjuk ki a kivágandó fákat a javafa mellett, akkor előbb-utóbb egy kis lék kialakul a javafa körül. Tehát itt nem a léknyitással kezdjük, mint a léggazdálkodásnál, hanem a lék az egy következménye a mi termelő tevékenységünknek. Kivágjuk a javafa szomszédságában lévő zavaró egyedeket, ezáltal létrehozzuk a léket, és ott a hőmérséklet, fény, nedvesség viszonyok változása miatt ugyanúgy beindul az erdő megindulása, tehát ugyanúgy létrejön a második generáció az idős erdő alatt, ugyanúgy megújul az erdő. Folyamatos marad az erdőborítás, mert nagy vágás terület nincs, nagyon értékes javafát nevelünk, és mellett az erdő megújulását is biztosítjuk. Ez a másik módszer, ez a javafás módszer párhuzamosan él a léggazdálkodás mellett, illetve a kettő kombinációját szoktuk legtöbbször alkalmazni, tehát van egy erdőterületünk, itt ezen a részen javafákat jelölünk, amott ott nincsenek jó adottságú fáink, akkor ott lékeket nyitunk, és ez a kettő így párhuzamosan egymás mellett tud menni. Az erdő is megmarad, és közben nagyon értékes fát nevelünk. Felmerül a kérdés, vajon milyen életkorban választják ki az adott faegyedet javafának? Az erdő esetében ugye hosszú ciklusokban kell gondolkoznunk, a fák azért tovább élnek, mint az emberek. Itt egy tölgyes, kocsánytalan tölgyes erdőben vagyunk, itt olyan 140-150 éves korra kell gondolnunk, akkor, amikor a végstádiumba jutnak a fák, tehát kivágjuk őket azért, hogy tényleg műszakilag legjobban hasznosíthatók legyenek. A javafa kiválasztás az nagyjából ilyen fiatalos korban, rudas kornak nevezzük ezt mi leginkább, 40-50 éves kor környékén már el tudjuk dönteni, hogy melyek azok a faegyedek, amiből javafa lesz a végén. Fontos dolog ugyanakkor azt is megjegyezni, hogy az erdő azért nem patika, az erdő az nem gépgyár.
nem tudunk olyan pontosan előre tervezni benne, mint mondjuk egy autógyárban, vagy akár, ha fánál maradunk, egy parkettagyárban. Az erdőben sok minden olyan változás is bekövetkezik, ami nem látható előre. Tehát ha most kiválasztottunk mondjuk 45 évesen egy fát, hogy na ez lesz a javafánk, előfordulhat, hogy 4-5 évente mindig visszamegyünk, kivágjuk az őt zavaró faegyedeket, de valami olyan dolog történik, amiből azt a következtetést vonjuk le, hogy mégse lesz jó ez a fa javafának, mert megtámadta valami károsító, mert egy szél roham letörte a koronáját, vagy bármi egyéb dolog adódhat, semmi probléma, keresünk a környezetében egy másik faegyedet, és attól fogva az lesz a javafánk, arra, annak az érdekében fogunk dolgozni. Ezt pedig egy darabig meghagyjuk, de egy idő után ez is kivágandó fa lehet. Tehát felül kell vizsgálni a döntéseinket, ezért kell folyamatosan jelen lenni az erdőben, visszatérni időről időre. Az a 40-50 éves kor közötti állapot, amikor nagyjából fixen el lehet dönteni, hogy melyik fa alkalmas javafának és melyik nem.